és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a Szentmisét a rendház tagjaiért ajánljuk föl, ahogy ezt az adakozó szerette volna és szíve melegével kéri a Jóistentől, én pedig a rendház nevében megköszönöm, hogy ilyen nagyszerű, legnagyobb ajándékot kapjuk, Krisztus áldozatának megnyilását ajánlják fel, értünk, testünk, lelkünk javára. A mai napon Szent Háromság vasárnapja van, a legnagyobb misztérium, a legnagyobb hittitok maga az Isten, aki egységet mutat, de ugyanakkor hármasságot is. Ahogy ezt a misén kezdjük, Szent Pál apostoltól idézve, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje az, ami velünk van. Adjunk hálát a mai napon a Szent Háromságnak. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Szent titkait. Kedves testvéreim, Urunk Jézus Krisztus utolsó utasítása így hangzik, hogy menjetek és tegyétek tanítványommá mind a népeket, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, és nem neveire, hanem az egy Istenre. Mit is jelent ez a keresztség, és milyen küldetést, milyen hivatást állít helyre az emberben? Mit is jelent ez az Atya, a Fiú és a Szentlélek? A misztérium óriási, sok könyv született ennek a magyarázatára, és az idők végéig mindig lehet, bár a kinyilatkoztatás már lezárult, de értelmezni és alkalmazni a megfelelő korokban az egyház életére, az emberiség életére. Ostobaságomban arra szántam el magamat, hogy mégis valamiféle teljességet tudjak bemutatni, bevillantani a Szent Háromságról, méghozzá az egyház tanítása szerint ebben a rövid 11 néhány percben. Látjuk, hogy az Új és az Új Szövetség egybehangzó tanítás ad nekünk a Szent Háromságról, bár az Ószövetségben kifejezetten, amíg Urunk Jézus nem tárta fel a Szent Háromság titkát, nem volt tanítása a Szent Háromságról, hanem csak fölsejlett benne a Szent Háromság léte, mégis ott van benne már, ott rebeg, ott vibrál minden, ami Krisztus aztán direktre kimond a tanítványainak. Hiszen így kezdi Jézus a mai evangéliumi részben is, hogy én kaptam minden hatalmat a mennyben és a földön. Mint ahogy a második törvénykönyv részletet mondja, hogy ismerd el a mai napon, és vésd a szívedbe, hogy az Úr az Isten fönn az égben, és lenn a földön, és senki más. Mint hogy ő az Isten, vagyis és senki más, mert ő a Teremtő,
az ő atyaságát megmutatta azáltal, hogy teremtett eget és földet. Vagyis, ahogy ezt abban a korban kifejezték ezekkel a szavakkal, és ezt ma értjük, az ég és a föld, vagyis a más világ és ez a világ, mind az ő műve. Ahogy akkor értették a más világot és ezt a világot, ég és föld, mindennek a teremtője, mindennek az ura, ő az egy Isten, és nem három, négy, öt, hanem egy. Vagyis, hogy az Isten az egy, és mindennek ura, az embernek is ura, de az embernek éppen a szeretete révén szabadságot ad. Ez a szeretet nem egy diktatúra, hanem szabadság, és a szabadság pedig arra képesíti az embert, hogy nem kötelező viszont szeretni az Isten. Ettől kezdve az Isten szeretetét azáltal mutatja meg, hogy az ember visszaért a szabadságával, vagyis bűnt követett el, azzal mutatta meg az Isten az atyaságát, hogy törvényt adott neki, hogy megmutassa, hogy mi a szeretet. Szövetségre lépett vele, az atyaságát akarta kifejezni az emberiség felett, szövetséget, kétoldalú egyezmény, ha te betartod az én szeretet törvényeimet, én akkor valóban megmutatom, hogy Istened vagyok. És isteni módon segítenek téged. Szövetséget, ígéreteket adok, mint egy előképű az örök élet megnyitásául különböző ígéreteket, a később eljövő és megnyíló üdvösségre célozva. Elküldte a fiát nekünk, aki így beszél, hogy én kaptam minden hatalmat mennyben és a földön. És erre céloz az, hogy a teremtésben is ott voltam, az Atyám mindent általam a Szentlélekben teremtett. Isten lelke lebegett a nagy vizek fölött. Így van a második mondatban, talán a Szentírásban, az Ószövetségi Szentírásban. És nincs más Isten, egy Isten van. Az egysége megmutatkozik abban, hogy az isteni lényege az egy, az Atya, a Fiú és a Lélekben. Amiben pedig különbözik, abban úgy beszélünk, hogy személyek, és Jézus erre rámutat, erre a személyekre, beszél az Atyáról, az ő, aki az ő Atya és a ti Atyától, önmagát Fiúként mondja, és azt mondja, hogy ez az Atyaság, ami megvan az Atyában, ez öröktől fogva létezik, öröktől fogva Fiú vagyok én, mutat önmagára, öröktől fogva egy Isten vagyok az Atyával, és ez úgy lehetséges, hogy mint egy nemzetem, ma nemzetelek téged, idézi a Zsoltárt. Az egyház az új szövetségi Szentírásba a Fiúra alkalmazva, vagyis adja az Istenségét állandóan a Fiúnak, aki megjelent emberi természetben, de az Isten lényegét tekintve egy az Atyával, és nem különböző, és nem fél vagy egyharmad, hanem teljes mértékben adja mindig. Ez az ő közös, ő belső életüknek a titka, hogy az Atya állandóan közli az ő Istenségét a Fiúval, és ő állandóan elfogad, vagyis születik. Egyfolytában mindig ez a kapcsolat, és nem úgy, hogy előbb volt az Atya, aztán nemzette, és előbb volt az Atya, aztán szülte a Fiút, hanem mindig szülte, mindig nemzette, és mindig elfogadta a Fiú az Istenségét. Ez az ő örök kapcsolatuk. És ez így mutatkozik meg ebben a szeretet, ahogy ezt tanítja az egyház, és ahogy ezt elmondja a Szentírás, hogy a szél, a lehelet, de ez a szél és ez a lehelet, ez egy nem természetes szél és lehelet, hanem ez a szél és a lehelet az Atya és a Fiú lehelete, szele, kettőjük szeretet kapcsolata, a lélek, amely egy lényegű Isten az Atyával, akit megígért nekünk Jézus az utolsó vacsorán, hogy majd az igazság lelke eljön, hogy ő eszetekbe jutott mindent, a világ végéig az egyházban, itt marad a lelke által. Fiú, Jézus Krisztus, ő eszetekbe jutott mindent, ő elvezet a teljes igazságban. Ő szólt a proféták szavával, a Szentlélek, ami ott van az Ószövetségben, hogy profétai révületbe eltette Sault, a zsidók első királyát, hogy ő rá is azt mondták, hogy ő is a proféták közül való. A Szentlélek, amely által más ember lett Saul. Alkalmas lett a királyságra,
hogy Isten törvényeit foganatosítsa, azt a törvényt, amit Isten adott atyai szeretettel az ő népének, és ez érvényes az új szövetségben is, hogy az Isten atyai szeretettel adta a törvényeit, a fiú által megerősítette, és azt mondta, hogy minden jodocska, minden messzücske érvényben marad, hogy fedezzük fel az Isten atyai szeretetét a törvény által, amelyel elrendezi a világ sorsát ebben az életben, hogy öröktől fogva szeretet az Isten, és ez megmutatkozott a teremtésben, megmutatkozott a bűnbeesés után az üd történetben, amely kicsúsodott az ő fia elküldésével, az ő fia megváltó művével, amelyet bemutatott itt a legnagyobb szeretet művével, hogy értünk áldozta teljes lényét, emberségét, istenségét, megnyitotta számunkra az üdvösség lehetőségét, és elküldte a lelket, a teremtő lelket, amely újjáteremti a keresztségben az emberi természetet. Újjáteremti teljes mértékben a fiú képére és hasonlatosságára, hiszen ez volt az atya terve öröktől fogva, fiúban kiválasztott minket, hogy amilyen lesz emberként a fiú, olyanok legyünk mi a képe és hasonlatossága, és ezt újjáteremtette a fiú révén, aki a keresztáldozatot bemutatta a lélekben, aki újjáteremti a keresztségben az emberi természetet. Erről beszélnek a mai szentírási szövegek, és ezért kell nekünk tanítani bármilyen módon is, mondják itt sok ember nekem is titkos üzeneteikkel, hogy miért nem ezt mondom, hogy szeretet, nem is értik ezt a szót, hogy szeretet, ha az ember nem áll tanítani az igazságról, hogy mi is az a szeretet. Hiszen Urunk a keresztény parancsjának ezt mondja, hogy tanítsátok meg őket. Mindarra, amit én parancsoltam nektek, és hogy tegyétek tanítványaim már mind a nemzeteket, és a kettő között hangzik el, hogy kereszteljétek őket. Nem is tudjuk, hogy mit jelent a kereszténység, ha nincs tanítás. Nem is tudjuk, hogy mit jelent a szeretet, ha nincs tanítás, hanem csak bukdácsolunk, és állandóan gondoljuk, hogy egy kis szeretetet. Milyen gyönyörű, ahogy Szent Pál erről tanít. Hogy mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Az Isteni, az Atya lelke vezéri a keresztény embert. És elnyertük a fiúságot, a fogadott fiúságot. Vagyis, hogy Isten a teremtő lélek által a keresztényben egy különleges kapcsolatot alakít ki az ember és a Szent Háromság között. A teremtő lélek egy új kapcsolatot alakít ki az Atya és a Fiú felé. És ez azt jelenti, hogy a Szent Háromság befogadta az embert, aki újjászületett a keresztény vizében, befogadta az ő családjába. Fiúként. Na nem úgy, mint az örök fiú, aki emberré lett, nem a természetes jog szerint és rendjében, hogy mi fiak vagyunk, mint Istenek, azt nem, hanem az örökbefogadás jogcímén fiaknak tekinthetjük magunkat, és testvérünké lett a Fiú Isten, az ő végtelen szeretetében fölvállalta a testvéri szeretet. Mit adhat még többet a Szent Háromság Isten? Hova koldulunk emberek szeretete után, amikor a Szent Háromság szeretetét meg nem koldulunk? Milyen szeretetről prédikálja, ha nem a Szent Háromság szeretetét? Persze, ez minket arra kötelez, hogy attól kezdve, hogy fiak vagyunk, ennek megfelelően az Istentől kapott szeretetet adjuk tovább az ember felé. Ez így van. De a forrás ne felejtsük el, hogy soha nem az ember, hanem az Isten. És az ember pedig ennek csak képmása tud lenni. Ezért hát a szeretetet az Istennél kell koldulni elsősorban. Nem a fogadott, nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félelemben éljetek, ami a szeretetlen lelkséget. A szeretet lehangolja, a szeretet hiány. Nem, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptátok, a szeretet lelkét. Kettőjük szeretete, a végtelen, ezt kapjuk, ez van a lelkünkben, és mi az emberek szeretete után vágyódunk az Isten szeretete helyett. Aki azt kiáltja bennünk ez a lélek, hogy Abba, Atya,
ahogy a fiú itt a földi életében, amikor teljesen a létét rábízta az atyára, hogy abba, atya, nem úgy legyen, ahogy én, hanem ahogy te. Abba, atya, a te kezedbe ajánlom a lelkemet. A létének a határához eljutva az ember élet Isten. Teljes bizalommal, és ezt kiáltja bennünk a lélek, hogy mi is ezzel a teljes bizalommal legyünk az atya felé. Ahogy, mint amikor éppen már meghalnánk, vagy amikor a legnagyobb rossz előtt állnánk, a pokoltól különböző, és kiderül, hogy akkor nem is a legnagyobb rossz. Amikor a létünknek eljutunk a végső határához, akkor ezzel a szeretettel, ahogy a fiú, hiszen Krisztus követők vagyunk. Kiáltsuk bennünk, kiált a lélek, és vele együtt, hogy abba, apuka, édesapa, amit jelent ez az abba hével szó. Mert nem véletlenül, hogy megmaradt itt a liturgiában, a Szentírásban, nem csak egyszerűen atyának mondjuk, hanem abbának a lefordíthatatlan bizalom szavát, az atyaság és a fiúság kifejezőjét, ezt a szót, hogy abba, amiben megéli a fiú az ő végtelen bizalmát, szeretetét, ráhagyatkozását az Istenre, az atyára, akiről nem szégyeli azt mondani, hogy a ti atyátok és az én atyám, a ti istenetek és az én istenem, miközben pedig ő maga is Isten, ez misztérium. De így van. Ha pedig fiak vagytok, akkor örökösök is. A fogadott fiúság jogcímén az atya birtokás birtokaival rendelkezhetünk. Aki mindenséget a kezében tartja, az ő birtokával rendelkezhetünk. Amit elnyert az egyszülött fiú, az örök fiú, emberi természetében, az atya dicsőségében úszik, benne létezik, az ő emberi természetében, ezt kínálja nekünk is, hogy örökösei legyünk, Isten örökösei, ahogy egyszerűen így mondjuk, hogy Isten országa, annak a végtelen boldogságnak az örökösei, ami föltárul a Szent Háromság misztériumában, felénk a teremtmény felé, az ember felé. Erre vagyunk hivatottak. Micsoda öröm, micsoda boldogság, az emberi méltóság legmagasabb oka, amiért van méltóság. És a fiúnak pedig társörökösei vagyunk. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk, mert ahogy a fiú az emberi természetében csak a szenvedés révén azáltal juthatott a megdicsült állapotba, úgy nekünk is, Krisztus követőknek ez a hivatásunk, hogy a földi életben vele együtt, és nem egyedül, mint ahogy egyedül szenvedett, hogy vele együtt meg is dicsőülhessünk. Micsoda nagy boldogság a keresztény élet. Hogy nem is tudunk másképp imádkozni az atyához, ahogy ezt a fiú tanította a mi atyánkban, mint a fiú által a lélekben. Hogy nem is tudunk Krisztus követni másképp, mint úgy, ahogy a fiú tanította, hogy senki nem jöhet hozzám, ha az atya nem vonzza, hanem csak az atya vonzásával és a lélek vezetése által. Nem tudunk megmozzani Isten felé, hogy ne a teljes Szent Háromság legyen az, akihez szólunk és aki segít bennünket. Hát akkor azt kívánom, amit Szent Pál apostol a II. Korintusi levél végén kívánt, és amellyel szoktam kezdeni a szentmisét. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten végtelen szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje, amely a Szent Háromsággal akar egyesíteni bennünket, legyen veled.